Augusztus elején rendezték meg az idei Baranya kupát, amely másfélszeres szorzóval számított bele a Rally 2 pontversenyébe. A másodosztályon kívül azonban itt volt a Historic és a Nemzetközi Mitrópa kupa mezőnye is, amelyet meghívott első osztályú versenyzők egészítettek ki. A futam végén bajnokavatásra került sor, hiszen a Csomós Miklós Nagy Attila páros a második helyen ért be a Pécs környéki pályákon, ezzel pedig bebiztosította az évvégi aranyérmet, a kettős pályafutása első bajnoki címét szerezte meg. A 8 gyorsaságiból álló versenyen a Rally 2 értékelését végül ifjú Fogarasi Attila és Papp Tamás nyerte a Hondával, a meghívásos kategóriában Kovács Antal és Istovics György ért be elsőként a Ford Fiestával. A Mitrópa kupa küzdelmeit Várkonyi Szabolcs és Makai Gergely zárta az élen, a Historic mezőnyében pedig Wirtmann Ferenc és Barna György ünnepelhetett. Nehéz munka volt, vagy kemény munka azért, mert elég komoly időjárási körülmények vannak most itt a hétvégén, nagyon meleg van. Összességében ezeken a pályákon, a mai, a Kisvaszari és a 71 gyorsasági már sokat mentünk, és nekünk fekszenek ezek a pályák, úgyhogy gondoltam, hogy a mai nap be tudjuk húzni ezeket a gyorsaságikat. Összességében ez mindig egy nehéz verseny, mert nagyon tempósak és technikásak ezek a gyorsok. Úgyhogy hát örülök neki, hogy sikerült nyernünk. Korábbi években már kétszer is elvette a sors tőlünk itt a győzelmet, akkor talán most visszaadott belőle valamit, úgyhogy boldogok vagyunk. Első gyorstól a végéig nem szabadott leengedni. A profi navigátor Papp Tomi beugrott egy versenyre, úgyhogy ő mindenbe segített, tartotta benne a lelkem, bennem a lelket az utolsó pillanatig, mert ez a meleg azért elég komolyan kivett. Ezen kívül a pályák is nagyon nehezek voltak szerintem, de sikerült jól feldolgozni, úgyhogy minden tökéletes volt. Egy kis váltó problémánk volt, de megoldottuk, fogtuk. Igazából nagyon éreztük ezt a versenyt, a nagyon nagy meleg ellenére hatalmas nagy csaták voltak. Ugye nekünk a fő cél az volt, hogy a kategóriánkat sikerüljön megfogni, hogy csatázunk egy jót a Bodogán Feriékkel, hál' Istennek sikerült felülkerekedni rajtuk, sikerült megnyerjük a Power Stage-et is. Ez azt eredményezte, hogy ha jól számoltunk, és minden igaz, akkor az évvégi bajnoki címünk megvan kategóriába és ladakupába. Abszolút a negyedikek lettünk a mai nap, nagyon-nagyon szoros csaták voltak, 10 másodpercekre voltunk egymástól. Még annyira nem fogtuk szerintem ezt fel, sem én, sem Attila. Nagyszerű évünk volt, nagyszerű csapat, nagyszerű szponzorok, támogatók, úgyhogy nagyon jól összeállt minden. Végre egy olyan év, ahol arra kell figyelni, hogy mi hogy teljesítünk. Nagyon jó volt, nem volt technikai gondunk, nem volt defektünk, szóval egyszerűen olyan szinte szerencsénk volt, jártunk árkot, jártunk mindent, de megvan a cím, amiért jöttünk, úgyhogy nagyon örülünk. A Baranya, ez hát nekem a kedvencem, ide mindig örömmel jövök. Ezt most sikerült abszolválni, megnyertük az abszolútat Historicba, úgyhogy egyenlő vezetjük a bajnokságot, de nagyon sok fiatal van, nagyon jól mennek.